A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit január 10-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy színházi bemutatóval, a szimfonikusok újévi koncertjével és a Sobor Antal emlékesten készült beszámolóval várom Önöket. Tartsanak velünk! Ismét Székesfehérvárra látogatott a Beregszászi Magyar Színház. A Kárpátaljai Társulat Petőfi Sándor vígjátékát, a helység kalapácsát mutatta be a Vörösmarty Színházban. Vagy a csapszékasztal mellett, otthon! Vagy a csapszékasztal mellett! Ti is értel, Istenünk! Egyet! Teljesre hazajönni, jó? Áprilisban egy kiváló Tóthék előadással mutatkozott be, és most ismét Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban vendégeskedett a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház és Jótékonysági Alapítvány. Sín Edina, a társulat igazgatója, a háború okozta sorsfordító, embert próbáló időszakának tragikus eseményeinek árnyékában született előadásokról és a mindennapok nehézségeiről is szót ejtett. Az orosz-ukrán háború kitörése óta, az eltelt több mint 9 hónapban a Beregszászi Színház másodszor ad vendégelőadást a Székesfehérvári Színházban. Számunkra ennél nagyobb támogatás, ennél nagyobb biztatás, azt hiszem, hogy nem is lehetne és nem is kell. Első alkalommal tavasszal jártunk itt, akkor a Tóthék című korábbi előadásunkat hoztuk el, most pedig a helység kalapácsával érkeztünk. Ez az előadásunk azóta született meg. Mi töretlenül az otthoni helyzet ellenére is igyekszünk újat alkotni, új impulzusokkal megtölteni a Beregszászi Színház társulatát. Egyre nehezebb dolgunk van, azt kell sajnos elmondanom, hiszen otthon a légiriadók mellett az állandó áramszünet, az állandó fűtési nehézség, illetve a bizonytalanság is nehezíti a kiindulásunkat, nehezíti az energiáink összpontosítását, de igyekszünk, próbálkozunk, a művészet erejébe kapaszkodva igyekszünk tovább menni, újakat, új dolgokat, új előadásokat létrehozni, és ezekben nagyon nagy segítség számunkra egy-egy ilyen jótékonysági felkérés vagy vendégelőadás. Előre tekintünk, terveket 2023-ra nagyon határozott tervekkel készülünk. Ezek a pillanatok és ezek a momentumok tudnak minket kihúzni, előrevinni ilyen nehéz háborús helyzetben. A Kárpátaljai művészek ezúttal Vidnyánszky Attila rendezésében Petőfi Sándor a Helység kalapácsa című grotesz humorban gazdag komikus eposzát, a műfaj paródiáját hozták el Székesfehérvárra a Petőfi emlékévhez csatlakozva. Petőfi Sándor szerepében a másodéves egyetemi hallgatót, Séra Dánielt köszönthette a közönség. A darabot az én értelmezésemben viszonylag adaptációnak tudom értelmezni, ahol Petőfi egy ezzel a fricskával visszatér úgymond a más világról, és egy komédiát, egy viccet hoz ebbe az amúgy is mi és háborús helyzetében és reménytelenségében ennek a színháznak. A darab már Tarsolyban volt viszonylag egy hosszabb ideje, és Vinyánszky Attila szerintem most érezte ezt kibontakozásra. Szerintem magával, a humorával, a társulathoz való viszonyával, és az egészben a mámort és a kvázi tévbolyt akarta ezzel megmutatni, és szerintem, ahogy a szereplőket eltekintve, nagyon nagy hasonlóság van a színészi játék, vagy a színészek személyisége és a Helység kalapácsa darab szereplői között. Thank you.
hatalmas kihívásokkal küzdöttem. Másodévesként kerültem bele ebbe a darabba, és egy mélyvíz volt számomra, ahonnan egyébként pont ettől a mélyvíztől volt ennek szépsége és ereje, hogy mik azok az azonos pontok, vagy mik azok a kötések, amelyekkel össze tudom magam kötni Petőfivel, a darabbal, ezáltal az egésznek a tébolyával. Az előadás az Alba Régia Teátrum Alapítvány és a Vörösmarty Színházért szervezésében érkezett a színház Kozák András stúdiójába. Az alapítvány az előadásra jótékonysági jegyeket bocsájtott ki, és a bevételt a határon túli Beregszászi I. és Gyula Nemzeti Színház művészei részére ajánlotta fel. A hagyományokhoz hűen a Vörösmarty Színházban az Alba Régia Szimfonikus Zenekar hangversenyével köszöntötték az új évet. A teltházas koncerten Cselparkovics András köszöntötte a székesfehérváriakat. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar fergeteges műsorral várta a székesfehérvári zenebarátokat hagyományos újévi hangversenyén a Vörösmarty Színházban. A program első darabjaként Szuppé könnyű lovasság nyitánya csendült fel a zenekar előadásában. Az első dallamokat rendhagyó módon, ugyanakkor az egyedülálló tradícióhoz hűen, köszöntőjét követően Cserpalkovics András polgármester is dirigálta. Minden évben kicsit vezényelem ilyenkor a zenekart, úgyhogy ez mindig nagyon nagy izgalom számomra, és szerintem a közönség nagyon fellélegzik, amikor aztán a profi karmester átveszi tőlem azt a bizonyos karmesteri pálcát, és azt hiszem egy gyönyörű koncerttel fog bennünket megajándékozni az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, köszönhetően a zenekar tagjainak és a színház munkatársainak, hiszen az ő munkájuk révén jöhetünk mi hagyományosan a Vörösmarty Színházba, és egy koncerttel a muzsika szó erejével és örömével indíthatjuk el az új esztendőt. Ugye néhány órája ezelőtt megtehettük ezt sok-sok száz emberrel közösen a lencseosztáson, most itt több mint 400 emberrel egy ünnepi hangversenyen, azt hiszem, hogy így érdemes elindítani egy esztendőt. Mi tudjuk, hogy egy nehéz évet zártunk, ami jól mutatja az is, hogy sajnos a mai koncert után ezt az épületet egy időre be kell zárni. Az viszont talán egy jó hír, hogy korábban fogjuk megnyitni annál, mint amire korábban számítottuk. Le is fogom mondani a köszöntőben, hogy nem március végén, hanem március elején, március 1-ével a színház újra nyithat, és akár színházi előadások, akár koncertek, akár balettszínházi előadások alkalmával látogathatjuk meg ezt a csodálatos épületet, ami nem csak a város, hanem a régió kulturális életének is központja. És talán ez egy jó hír így az év elején, hogy most egy hónapot már nyertünk. Én bízom benne, hogy ebben az esztendőben a jó hír pedig jóval több lesz, mint a rossz, de amiből biztos táplálkozhatunk, az az elmúlt néhány nap, hiszen ezt a karácsony szent ünnepe során, a két ünnep között, vagy éppen szilveszterkor, vagy január 1-én is remélem, hogy minél több ember pihenéssel és szerettei körében tölthette el, és rájöttünk arra, hogy lehet akármilyen nehézség az életbe, ha együtt tudunk lenni, sokat tudunk mosolyogni, beszélgetni szeretteinkkel, az emberi kapcsolatainkkal törődni, egy kicsit a hit erejével várni egy új esztendőt, akkor ez békességes új esztendő lehet, és azt hiszem, hogy a békének most különösen nagyon nagy fontossága van ebben az országban, de remélem, hogy az évben elérjük azt, hogy Európa egészében is. Ruf Tamás, a zenekar igazgatója örömének adott hangot, hogy az esten ebben az évben is olyan programokat kínálhatnak a közönségnek, amely egyedülálló zenei élménnyel gazdagítja az est vendégeit. Nagy várakozás előzte meg a mai hangversenyt, ami nagyon nagy öröm szerintem a minden zenész szívének, minden művész szívének, hogy az elmúlt fél év folyamatos újratervezései mellett volt egy állandó pont az életünkben. Mindennyian szerettük volna, hogy ez a ma este mindenképpen megvalósuljon. Itt vagyunk, ez a tervünk, ez a vágyunk, ez a célunk most megvalósulni látszik. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, nem mindegy, hogy hogyan köszöntjük az új évet. Ennek a városnak egy, azt gondolom, hogy ez a zenekar egy kincses doboza, egy olyan értéke, amely segít utat mutatni ebben a zűrzavaros nehéz időszakban. A tradícióknak megfelelően Cserpalkovics András polgármester az első, aki a karmester pálcát megfogja ebben az esztendőben. Én azt gondolom, hogy ez szintén megerősítést jelenthet.
Igen, ennek gyakorlatilag van egy üzenetértéke, hiszen amit az előbb is mondtam, nem mindegy, hogy hogyan kezdjük az új évet, mi ünnepelve kezdjük az új esztendőt, ünnepi hangokkal, és szerintem egy városban sem mondhatja magáénak azt, egy zenekar sem, kivéve az Alba Régia Szimfonikus Zenekart, hogy az első hangokat a polgármester úr dirigálja, ő szabja az irányt. A hangverseny dirigense a zenekar művészeti vezetője Dobszai Péter volt, aki ezúttal is bizonyította, hogy a kiérlet magas szintű műhely munkának köszönhetően a szimfonikusok kivételes helyet foglalnak el a művészetek hierarchiájában Székesfehérváron is. Mindenképpen szeretnénk még egy újévi koncertnek, aminek egy nagyon erős jellege és aktualitása van a dátumából fakadóan. Egy ilyen újévi koncertnek az esetében is reagálni a jelenre, reagálni mindarra, ami körülöttünk történik. És valóban ilyen szempontból a 2022-es évnek a történései azok nagyban befolyásolták azt, hogy hogyan állunk a műsorszerkesztéshez. Fontosnak tartjuk a hagyományokat, ugyanakkor fontosnak tartjuk az itt és mostnak, a hic et nunc-nak az elvét, és ennek megfelelően igyekszünk olyan módon tartózkodni a kliséktől, hogy miközben azt a vállaltan újévi strauszi, könnyed, pezsgős zenei jelleget megtartsuk, amit vár ilyenkor a közönség, ugyanakkor mindig adjunk egy pici pluszt is, és most a balettnak a műfajában, és azon belül is a Hattyúk tavaszvitnek a gyönyörű, szép, nagyon világos, fekete-fehér, jó és rossz szimbolikájában találtuk meg azt az elemet, amivel valami pluszt tudunk adni, és ezért játsszuk a Hattyúk tavaszvitet a koncertnek a végén, annak is egy olyan kibővített változatát, amiben a jónak és a rossznak az utolsó nagy csatájában egy nagyon megmozgató és tulajdonképpen extatikus győzelme van a békének és a szeretetnek. Ha megnézzük a meghívót, akkor láthatjuk, hogy fantasztikus egyéb zeneszerzők művei is szerepelnek. Az első fél időben Straussnak a művei mellett Dopplernek, Bornnak nagyszerű fuvola szólós darabjait fogja Drahos Béla meghívott művészként játszani, és ugyanennek a magyar zenei, verbunkos zenei és operai jellegnek a kettősége az, amit a zenekari számokban is, Strauss Pesti csárdásában és Covent Garden keringőjével megerősíteni szeretnénk ennek a két fuvola szólós darabnak a kiegészítésével. Koncerten ismét városunkban köszönthettük Drahos Béla Liszt Ferenc díjas fuvola művészt, a zenekar egykori kiváló karmesterét, művészeti vezetőjét, aki ezúttal a műfaj ékkövét, Doppler Magyar Fantázia című művét tolmácsolta hangszerén a zenekar kíséretében. Nagyon hálás voltam, és nagyon az igazgató úrnak és a Péternek is megköszöntem, hogy gondoltak rám, hát természetesen, mint szólistának. Ugye én azóta is akár a nemzetközi porondon, akár itthon, akár lemez felvételeket, rádiófelvételeket csinálok, tehát hangszer a kezemben van. És hát a tanítás mellett természetesen a zenekari munkát ugye abba kellett hagynom. És ez most egy nagy alkalom, és ráadásul több darabot is játszom, úgyhogy ez szinte szavakban ki nem fejezhető az az öröm, amit érzek. Mit hallhatunk tőled ezen az ünnepen? Hát két óriási fuvola virtuóz szempontból is nagyon jelentős darab. Az egyik egy Doppler Magyar Fantázia vonós zenekari kísérettel. Ez egy rendkívül mutatós fantázia, ugye benne van a címében is. És a magyaros motivumok, és a végén egy fergeteges csárdás. A másik darab pedig Born csodálatos átírata, a Carmen Fantázia szintén. Ugye az opera legnépszerűbb részletei
jól fel van építve, egészen a szinte követhetetlen virtuózításig. Úgyhogy, mint hangszeres művésznek ez az óriási, óriási feladat. Aki a szimfonikusokat választotta az új év első napján, ezúttal sem csalódhatott. A felhőtlenül játékos, fergeteges koncert megalapozta az új év hangulatát minden koncertlátogatónak. Emlékestel tisztelgett Vörös Marti Társaság Sobor Antal munkássága előtt, a találkozón televíziós felvételekkel és felolvasó esttel idézték meg az író életművét. A Vörös Marti Társaság ebben az esztendőben is emlékestel tisztelgett a 2010-ben elhunyt Sobor Antal, József Attila és Szent István díjas író, festőművész, pedagógus, Székesfehérvár díszpolgára munkássága előtt. Az emlékesten Bobori Zoltán Sobor Antal novelláival idézte meg azokat a felejthetetlen pillanatokat, amelyek immár a magyar és a székesfehérvári kulturális élet és irodalomtörténet legszebb időszakaihoz tartoznak. Nagyon nehéz lenne egészen röviden összefoglalni az ő munkásságának, meg életének a jelentőségét. Tehát ezt szeretném kiemelni most, amikor a Doni áttörés évfordulója előtt vagyunk, és Sobor Antal születésének a napja előtt, akkor természetes, hogy ma ezekre, különösen a II. Magyar Hadsereg sorsára emlékezni fogunk és emlékeztetni fogunk. Azon kívül természetesen szükségünk van arra, hogy ezzel a rövid kis felolvasó esttel felhívjuk Sobor Antalra a figyelmet. Annak ellenére, hogy hát nyilvánvalóan tulajdonképpen itt él közöttünk, nem kell, de arra is figyelni kell, hogy nehogy véletlenül a feledés emlékművét elkezdjük építeni. Minden nagyunkra vonatkozik ez, minden olyan fehérváriára, aki nem csak megérdemli, hanem igenis szükséges az emlékeztetésre. Most is ebben a rövid kis egy órában, vagy egy óra 20 percben nyilvánvaló, tehát, hogy hangsúlyos szerepet fog kapni Sobor Antal életművének az a része, amelyikben a II. Magyar Hadsereg sorsával foglalkozott, és azok az írások, amelyek itt fehérváriaknak nagyon jó leső érzés lesz majd újraolvasni és hallgatni ezeket az írásokat, hiszen nagyon-nagyon fontos az ő munkássága, az ő szerepvállalása, és hát az emlékeztetésre pedig szükség van. Nagy-nagy szeretettel természetesen. A találkozón Vakler Lajos, a Fehérvár Média Centrum munkatársa is visszatekintett Sobor Antal korszakos munkásságára, majd köszöntőjét követően a Fehérvár Televízió anyagaiból láthattak válogatást az irodalomkedvelők. Sobor Antal a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium tanára, író. Tanár úr, kérem, az írástudónak, aki ilyen magas fokon írástudó, mint ön, hiszen ezt sokan tudják önről Székesfehérváron, melyek voltak az első gondolatai január 22-éről, pontosabban a kultúra napjáról? Örültem a dolognak, amikor olvastam róla. Annál is inkább örültem, mert egy szép napot, érdemes napot választottak, a himnusz születésnapját, január 22-ét. Na most persze, személy szerint nekem egy kicsit aggályaim is vannak az ilyen napra teremtett hát dolgokkal. Ugye pedagógus nap, vasutas nap, építők napja és így tovább. Én nagyon tisztelem ezeket a napokat, csak hát tudjuk, hogy meglehetősen formálisakká váltak, amikor hát mit tudom én, virág, köszöntések, beszédek, szolid kocintás, egy kis jutalmacska, aztán úgy el is volt intézve minden. Na most én abba bízom, hogy talán itt most ez nem történik meg, bár
jobb lenne napokról beszélni, lenne a kultúrának mondjuk egy évben 2-3-10, úristen, már nem is mondom, hogy 365 napja. Na most hát komolyra fordítva a szót, engem aggaszt a kultúrának ez a rettentés hasadsága, aminek hát napjaiba tanúi vagyunk. Nevezetesen beszélünk ugye egy úgynevezett magas kultúráról, ami hát a művészetek, a tudomány és így tovább ügye, és beszélünk egy a mindennapi élet kultúrájáról, nevezzük a magatartás vagy a viselkedés kultúrájának. És most én talán nem akarok beszélni arról, vagy hát ne beszéljek arról, hogy az úgynevezett magas kultúra, hiszen manapság sokat emlegetjük ezt az Európába való visszatérésünk ügyét. Erre azt tudom mondani, csak irodalomból venném a példákat, hogy miért nem volt ott Európában mondjuk I. és Gyula, Németh László életműve már születése pillanatában. Déri Tiboré történetesen, Örkény Istváné, Ottlik Gézáé, Nagy László költészete, Pilinszky János életműve születése pillanatában európai volt, és máig az. Tehát, hogy úgy mondjam, a magas, amit hát magas kultúrának nevezünk, nincs hosszú útja, vagy nem is kell, hogy útja legyen Európában, ott van. Ellenben. Hát az, amit viselkedés kultúránknak nevezünk, és egy divatos, vagy újra divatos szóval, ma sokszor leírják, elmondják, hogy a balkánizálódás útján halad. Ugye, amin én azt értem, hogy az utcáink, a vonatok, az állomás, a boltok, a kórház, a nem tudom én mi mindent mondjak még el, hogy ott nem tudunk európai módon viselkedni. Na most nekem itt vannak aggályaim, és amikor a kultúra napjáról beszélünk, akkor nagyon jó lenne ezekről a köznapi dolgokról is beszélni. És valamiféleképpen a köznapi élet. Tudom, hogy a kultúrát most ugye egy kicsit divat is, annyiféle kultúráról beszélnek, ugye közlekedés kultúra, kereskedelmi kultúra, nem tudom én, még a magánélet, a szerelem kultúrájáról. Nem, szerintem a kultúra egy is oszhatatlan. És az iskola, legyen szabad erről is szólni, hát pedagógus vagyok, és hát elfogult az iskolával. Iskola mellett, iskoláért vagyok elfogult, nem vele szemben, hogy nagyon elhanyagolt helyzetben van. Tehát ha amikor a kultúra napjáról van szó, akkor majdnem hozzátenném szívem szerint, hogy legyen az iskola napja is. Hogy itt kezdődjön el valami, ami ezt a mindennapi életkultúráját valóban európai kultúrává teszi. Tudnék, van egy föloldhatatlan dilemmám nekem is. Soha ennyi diák Magyarországon, soha ennyi iskola, soha így meg nem kínáltuk a kultúrával az ember tömegeket hatalmas számban, és hát minőségben is jól is talán. Soha ennyi Homérosz, Shakespeare, Goethe, a gyerekek asztalán megkínálva. És mégis utána az aluljáró irodalom, a Bowley, az irodalom alatti irodalom, megfejthetetlen kérdések ezek. Tudom, maga kérdez, nekem kellene válaszolni, de most én kérdezek, hogy ez mitől van? Hogy ennyi magas irodalom, a költészet ilyen magas régióiban járó tanulmányok is, mégis igénytelenek vagyunk, most már az igénytelenségnél is igénytelenebbek, az a bizonyos balkániság. Szóval, amikor a kultúra napjáról van szó, akkor én örülök, mert hiszen végül is mindannyiunk ügyéről van szó. Nehogy azt higgye valaki, a kultúráról van szó, akkor csak művészek, tanárok, írók, festők, vagy zenészek, muzeológusok, könyvtárosok, szakmai ügyéről van szó. Szó van mindenütt. Mondom, az állomástól kezdve a kórházban való viselkedésünk, vagy a vonaton az utazásunk és a magánéletünk saját falaink közti életünkről is szóval. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amikor megkaptam a felkérést a Vörösmarty Társaság elnökétől, Bobori Zoltántól, nem kellett sokat gondolkodnom, hogy mit és hogyan állítsak össze, hiszen a Fehérvár Televízió szerencséjére és a televízió nézők szerencséjére rendkívül sok
Sobor Antal interjú készült az elmúlt időszakban, egy-egy könyv kapcsán, és ehhez még hozzátenném, hogy szándékosan olyanokat választottam ki, amelyek az elmúlt időszak előtt születtek, tehát van köztük emberöltönyi távolságból megfogalmazott igazi sobori gondolat, és hát az én üzenetem mindenképpen, hogy tanuljunk soborul. Ezt majd a köszöntőben is elmondom, annál is inkább, mert hogy mi, akik abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a 70-es évek közepén tőle tanulhattuk meg Román tanár úrral együtt a magyar irodalom és nyelv alapjait, máig nem felejtettük. Úgyhogy én mindenkinek olyan megemlékezést kívánok, amit Sobor Antal munkássága, életműve megérdemel. Az emlékestet megtisztelte jelenlétével az író özvegye, Márta néni is, aki meghatottan emlékezett vissza az író közelgő 90. születésnapja előtt férje munkásságára, és visszatekintett azokra a felejthetetlen pillanatokra, amelyet az együtt töltött fél évszázad során megélt. Sobor Antal pár nap múlva a 90. születésnapját ünnepelni, ha élne. És mi annyira sokszor emlékezünk a prózáiból őre, ha olvassuk, ugye a hagyományos szép magyar prózára emlékezünk mindig, ha Sobor Antal nevét halljuk, mert neki elkötelezettje volt a szép magyar próza, a próza. Hagyományos próza, ez fontos. Olyan mestereknek volt hatása őre, mint Kosztolányi Dezső és Kródi Gyula. Az ő prózájuk meghatározó volt szinte Sobor Antal írásainak arcolatára. És azt meg kell mondanom, hogy Sobor Antal a magyar nyelv igézetébe élt, igézetébe, és ez akkor kezdődött el, amikor diákkorában Arany János Tódiát olvasta. Teljesen megigézte, és innentől számítva neki a nyelv, hát nem akarok húzásba esni, de olyan volt, mint a levegővétel, annyira fontos volt. Én most ebben a kis találkozóban azt kívánom mindenkinek, aki itt részt vesz, hogy ha Sobor szöveget olvas, akkor érezze meg benne, úgy, mint Sobor Antal, a magyar nyelv kifejező erejét, gazdagságát és varázslatos szépségét. Az esten megerősítetett Sobor Antal mára is érvényes üzenete, csakis a nemzeti kultúra oltalmazhat meg bennünket valamennyire a globális elbutulás, a science fiction ízű világkormány víziók, a küszöbön álló totális energiaválság, az elharapódzó éhséglázadások meg a fenyegető vallásháborúk közelgő sötét korszakától. Csakis a magyar nyelvhez és tradíciókhoz kötődő kultúra révén maradhatunk sorompóban. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.